Sziasztok! Dömény István vagyok, a spirituális erőtana és az önfejlesztés tana képzésnek az alapítója és tanítója. És most az önfejlesztés tana képzésnek a bemutató előadásán ültök. Ez a második alkalom, hogy ezt megtartom. Azóta már 3 csapat elindult ezen a képzésen, elég nagy létszámmal. Március 19-én fog indulni a következő csapat. És hát szeretnék először egy átfogó képet adni arról, hogy mi is ez a képzés, miért javaslom ezt a képzést, miért van ennek értelme, és utána pedig külön beszélni ezekről a helyszínekről. Ugyanis itt, ha megnézitek, akkor bolygók vannak feltüntetve, méghozzá a naprendszerünknek a Földhöz közelebb eső bolygórendszere. És ezekre a helyszínekre szeretnélek titeket eljuttatni, amit nem fizikai értelembe kell venni, tehát nem fog senki a fizikai testével mondjuk a Marsról leszállni. Azonban olyan tudás birtokába kerültök, amelyek segítségével képesek vagytok azt megérteni, hogy mondjuk a Marsnak mi a feladat a naprendszerben, miért lett létrehozva, hogyan hat jelen pillanatban is a bolygóra és a bolygón élőkre, te rád, a te életed minden pillanatára. Miért fontos ez neked? Hát talán azért, mert biztos volt már úgy, hogy eldöntötted, hogy egy adott napon mi fog veled történni, vagy egy adott eseménynek mi lesz a kimenetele, vagy hogy hogyan szeretnéd élni az életedet. Vagy hogy szeretnél megszabadulni bizonyos dolgoktól az életedbe, ami neked nem kívánatos. Vagy elérni célokat, sorolhatnám a különböző vágyainkat ebbe a világba. Ehhez az kell, hogy ura legyél a sorsodnak. Ura legyél az életednek, hogy te irányítsd az életedet. És ez akkor lehetséges, hogyha mindazokat az erőket, amik jelen pillanatban hatnak rád, azokat megtanulod uralni, megérted, hogy az egyes bolygók miért és hogyan működnek, és képes leszel ellátogatni ezekre a helyszínekre, és közvetlenül a helyszínektől befolyásolni a te mindennapi cselekedeteidet. Ez az egyik történet. A másik történet az az, hogy neked van egy személyiséged. Van egy személyiséged, és van egy egyéniséged is. És ez a személyiség, ez meghatározza szintén a mindennapjaidat. Mi van a személyiségre? Hát elsősorban jellemvonások. Ezen a képzésen nagyon sok oldalról világítjuk majd meg a személyiséget. És nem csak, hogy megértjük, hogy hogyan működsz, vagy megérted te, hogy hogyan működsz, te saját magad, mint egy különálló lény, aki teljesen máshogy működik, mint a többiek, tehát mindegyikőtök egyedi, mindegyikötöknek más a személyisége. Egy adott jellemvonás is, mint például indulatosság, vagy vidámság, ezek is különböző szituációkban jelennek meg az életetekben, különböző erősséggel, különbözőképpen hatnak rád az adott élethelyzetben. Tehát mindegyikötök egy színes személyiség, és egy színes egyéniség. Ezen a képzésen ezt az útvonalat fogjuk így bejárni, tehát innen a Földről indulunk, és így szépen haladva jutunk el egészen a Szaturnuszig. Mindjárt el fogom mondani, milyen pont a Szaturnuszig. És ezeken a bolygókon, tehát ezen a 3 bolygón, a Holdon, a Merkuron és a Vénuszon a személyiséget fogjátok rendbe tenni. Majd haladunk tovább a Napra, a Marsra és a Jupiterre, itt pedig az egyéniséget, majd elérkezünk ide a Szaturnuszra. Ez az út, ez tulajdonképpen a te tudatosságodnak az útja, te tudatosságod emelkedésének az útja. Itt a fizikai szinten, és hát a legtöbb ember itt van, ezt úgy hívjuk, hogy fizikai én. Tehát a legtöbb ember a fizikai énre tudatos, a saját testére, a munkájára, a családjára, az autójára, a házára, a tollára, a lovára, a hajójára, a sorolhatnám, ami az övé.
És nem is nagyon tekintenek tovább az emberek ennél a fizikai szintnél. A legtöbb ember úgy éli az életét, hogy az ő tudatossága megreked a fizikai én szintjén. Azonban, mivel te itt vagy, azt gondolom, hogy vagy már elindultál ezen az úton, vagy erős benned az érdeklődés, hogy egy picit tovább tekintsél az anyagnál, és elinduljál fölfelé ezen a tudatossági szinten, és itt, mikor a hold szintjére kerülünk, akkor elkezdünk a személyes énre tudatosnak lenni. A személyes én a személyiségednek a megismeréséből áll. Tudatosnak lenni arra, hogy a személyiséged megnyilvánul a mindennapokban, minden pillanatban. Nagyon érdekes, hogy a személyiséged különböző oldalai nyilvánulnak meg az egyes élethelyzetekben. Gondolhatok itt egy-egy eseményre, vagy gondoltok itt az életednek egy területére, mondjuk a családra, munkahelyre, barátokra, de azon belül is nem csak egy bizonyos személyiség típus jelenik meg, hanem bizony azt merem állítani, hogy akár percenként képes vagy váltani, vagy akár pillanatonként, és egy újabb arcodat megmutatni annak függvényében, hogy éppen most milyen infók jönnek feléd, és milyen infót szeretnél a külvilág felé kommunikálni. Majd beszélünk el egy picit részletesebben itt a holdnak a részén, amikor arról majd odaérünk. Szóval emelkedik a tudatosság, elérjük a személyes én. A személyes énnek a megtapasztalása nagyon érdekes egyébként, mert az ember elkezd foglalkozni önmagával, a saját személyiségével. És fölbontogatja magát, szétszedi, összerakja, nagyon érdekes kis munka. És az jár vele együtt, hogy nem csak a saját személyiségedre leszel tudatos, hanem másokéra is. Megdöbbentő, hogy ahogy elkezd tudatosodni az ember önmagára, a külvilág is megváltozik. Hát nem a külvilág változik meg, hanem a te hozzáállásod változik meg a többi ember felé. És észreveszed a másik emberbe is ezeket a személyiségjegyeket, amiket éppen magadon dolgozol. És ez nagyon hasznos dolog, mert sokkal könnyebben megérted a másik embernek a cselekvéseit, a döntéseit. Mögé látsz annak, hogy mit, miért csinál. Amíg az ember a fizikai dolgokra csak tudatos, akkor úgy találgat, hogy talán így, talán úgy, talán nem így, de nem igazán látja a dinamikát, ami a döntések mögött van. Minél jobban emelkedik a tudatosságod, minél jobban emelkedik magadban a tudatosságod, annál jobban rálátsz arra az információra, ami körbevesz téged. Annál jobban megérted, és nagyon fontos érteni a másik embert, mert ugye az a jó, amikor egyetértésben vagy a környezeteddel. De hogy lehetsz vele egyetértésben, ha nem érted őt? Ugye? Csak egy nagyon egyszerű példát mondok, bemész egy moziba, egy színházba, megnézel egy darabot, kijössz mondjuk a pároddal, akit egyébként a legjobban ismersz, a legközelebb áll hozzád, és kijöttök a moziból, a színházból, és elkezdtek beszélni a filmről, és azon veszed magad, hogy ő vajon ugyanazt a filmet látta, mint te? Mert hogy ő teljesen más mond a filmről, mint amit te. Más vett észre, más tart fontosnak, máshogy értette meg az adott jelenetet. Pedig ott ültetek egymás mellett. Egy másfél órás filmről beszélek. Nem egy életről, amit non-stop 24 órán át nyomtok egymás mellett. Ugye? Tehát mennyire fontos az, hogy értsük, hogy a másik ember mit miért csinál. Tehát mikor eljutunk idáig a holdnak a szintjéig, akkor bizony-bizony lehetőségünk van erre. És ezen a három bolygón a személyiséget szétszedjük. Hát több oldalról szedjük szét, mert mindjárt beszélek róla, de itt ezen a két bolygón igazából az értelmet és az érzelmet szedjük szét. Tehát a Merkuron az értelemmel foglalkozunk, a Vénuszon pedig az érzelmekkel. Az értelem és az érzelemnek a megértésével, és hát a rendberakásával. Ugye nagyon fontos lépések ezek, hogy az első lépés mindig az elfogadás. Tehát fogadd el magad olyannak, amilyen. Sőt, szeresd magadnak olyan, amilyen. És aztán kezd el változtatni. Fogd fel úgy magadat, mint egy nyersanyagot, ami most éppen van, és kezdj el csiszolni, hogy egy gyönyörű gyémánt legyen belőle. Jó? És akkor megyünk majd fölfelé. Itt a napon a tudatossági szintet úgy hívjuk már, hogy az egyéni én szintje. Az egyéni én szintje. Ugyanis ezen a szinten már tudatos vagy, nem csak erre az életedre, hanem a teljes inkarnációs ciklusra. Tehát a korábbi leszületésekre is.
Tehát a tudatosságot kinyílik, ugye, amíg nem jutsz el idáig, amíg a személyes én szintjén vagy, addig erre az életedre vagy tudatos. Ezen az életennek az információin keresztül kívánod önmagadat megismerni. Ugye test, lélek, szellem hármasság vagyunk, fizikai test, fizikai én, a lélek vagy asztrál test, az a személyes énnek a szintje, és amikor följebb lépünk az egyéni én szintjére, akkor elérjük a szellemtestet, aki te vagy, és arra vagyunk tudatosak, és ez azért fontos információ, mert a szellemtest az minden életben ugyanaz. Tehát életről életre ugyanazt a szellemtestet hordod, ez vagy te, és azért tudsz belelátni a korábbi életeidbe, mert erre a szellemi mi voltodra leszel tudatos, aki a korábbi életben is megélte azokat az eseményeket. Ugye ez egy nagyon nagy játék, amiben itt benne vagyunk, és hatalmas információ mennyiség van itt körülöttünk, és igazából senki nem szab nektek határt, hogy ezt az információt megszerezzétek. A te tudatod szabja a határt, hogy kivel azonosítod magad. Amíg a testtel azonosítod magad, addig a fizikai dolgok elérhetőek a számodra. Hogyha kicsit tovább lépsz ezen, és nyílik a tudatosságod, akkor sokkal nagyobb az az információ, amit elérhetsz. Például, hogyha az egyéni szintjéig eljutsz, akkor a korábbi életeknek az információja is. És aztán megyünk így fölfelé, eljutunk a Marsra, illetve a Jupiterre. A Mars az a különbözőség bolygója. Ugyanis, ahogy jövünk lefelé a Szaturnusztól, ez a leszületés útja, tehát itt lettünk megteremtve, és így születünk le ide a bolygóra, ide a Föld nevű bolygóra. És ahogy kezdünk jönni, folyamatosan távolodunk az egységtől. Tehát itt a Szaturnuszon teljes egységet élünk meg mindennel. Teljes végtelenséget, határtalanságot, időtlenséget, térnélküliséget, végtelen szeretetet, végtelen tudást, végtelen erőt, végtelen ötleteket, és minden, ami eszedbe jut, mindenből végtelent. Mert te vagy minden. Te vagy az egy, mindig és mindenkor. Ezt az egységet éled meg itt. És amikor jössz lefelé, akkor kezdesz egyedivé válni. Kezdesz megkülönböztetve lenni másoktól. Itt tanulod meg a Marson a különbözőséget. Elkülönülsz a másod, ez itt a Földön nagyon jó megy, neked más a hajad, más a ruhád, más házban lakszod, a te autód, én autóm, sorolhatnám, tehát ezt itt nagyon értjük, hogy mi az a különbözőség, az egységet kevésbé. Itt a Jupiteren pedig a hasonlóságot tanuljuk meg. Nagyon érdekes ez a különbözőség, hasonlóság, ezek nagyon vékony különbségnek tűnnek itt, most innen hallgatva. De igazából a Jupiter az első bolygó, ahol elindul az a folyamat, hogy elkülönülünk más egyéni énektől. De nem abban különülünk el, hogy különbözünk, hanem hogy mennyiben hasonlítunk hozzá. Ez most játéknak tűnik a szavakkal, de nem az, hidd el, ezt meg is fogod tapasztalni egy idáig. Tehát, hogy mennyire vagy hasonló a másikhoz. Ezt tapasztaljuk meg elsőnek. És még egy fontos dolgot elveszítünk, hogy leszületünk ide a Földre. Ez pedig a jelenlét. Tehát itt a Földön annyi mennyiségű információ vesz körbe minket, hogy elfelejtünk jelen lenni. Annyi dolga van az embernek, annyi gondolata, érzelme, és sorolhatnám a dolgokat, tennivalója, célja, feladata, hogy annyi fele elmegy a figyelmed, hogy csak egy dolgot felejtesz el, jelen lenni. Pedig ez a bizonyos egység, amit itt megélünk, ez... Szóval, hogy ez... Nem kéne semmit tenni azért, hogy jelen légy. Mert hogy ez lenne a legegyszerűbb jelen lenni. Pontosan az a feladat, hogy ne csinálj semmit, hanem légy jelen.
Azt is úgy is megfogalmazhatom, hogy sokkal nehezebb nem jelen lenni, mint jelen lenni. Csak ezt elfelejtettük. Ezek a dolgok, amit megtanultok ezen a képzésen, ezek nem új dolgok. Nem olyan dolog, amivel te még soha nem találkoztál. Most fogok neked valami csodálatos, fantasztikus, különleges dolgot mondani. Nem. Te ezen az úton már végigjöttél. Honnan tudom? Onnan, hogy itt ülsz a széken. Onnan tudom, hogy leszülettél a földre. Ezek a helyszínek, amiket meg fog neked mutatni a képzésen, ezeket te ismered. Meg fogod látni, amikor elmegyünk ezekre a helyszínekre, akkor a többségetek emlékezni fog rá, hogy itt már jártam. És tényleg jártál. Mert máshogy nem tudsz lejönni erre a bolygóra. Ez a tudás, amit át akarok nektek adni, ez cirka 1000 évvel ezelőtt a mindennapi embernek a tudása volt. Ez nem valami most kitalált csoda. Ez volt, mindig is volt. Én csak összeraktam. Összeraktam azokat az információkat, ami fizikai, asztrál és mentál szinten jelenleg elérhető. Ebben a formában így ez a képzés még nem volt leadva. Azt gondolom, hogy a mai kor emberének sokkal több lehetősége van, mint mondjuk 1000 évvel korábban. Ezt a tudást igyekeztek eltitkolni az emberek előtt, óriási erőt és hatalmat ad, óriási tisztaságot ad, azt adja, hogy uralod a saját életedet. Én azt gondolom, hogy ez mindenkié. Azt gondolom, hogy ez a tudás, ez nem egy szűk köré, hanem mindenkié. És ebben a formában, hogy átadom neked, érteni fogod minden egyes helyszínt. Részletesen el fogom magyarázni, hogy hogyan működnek az egyes helyszínek, hogy mi ott a feladatod, mi az adott törvényszerűség, ki az a szellem lény, aki uralja azt a helyszínt, aki irányítja és vezeti, ugyanis minden helyszínnek van egy szellem lénye. Ezek a helyszínek egyébként olyanok, mint inkubátorok, tehát egy védett helyek, nagyon nagy biztonságban tudsz dolgozni magadon. Mert ez a képzés elsősorban azért van, hogy magadat rendbe tedd, hogy magadat fölemeld. Messze többet kapsz ennél, azt is elárulom, de én elsősorban arra foglak téged biztatni, hogy tedd magad rendbe. Mert annál többet, tehát hogy is mondjam, annál nincs értékesebb dolog ebben a világban, mint hogy magadat fölemeld. Ezt a dolgot, ezt rajtad kívül senki nem teszi meg. Tehát lehetsz te egy csodálatos párkapcsolatban, egy csodás párod, egy csodás szülőd, gyermeked, barátod, akik nagyon kedvesek és segítőkészek veled, és okozhatnak neked pillanatnyi élményeket, boldogságokat, de a te tartós békét, szereteted, a sorsod, az csak akkor kerül a te kezedbe, ha teszel magadért. Ez a világ, ez egy tanulópálya. Folyamatosan tanulsz. Ma is tanultál valamit, holnap is fogsz valamit tanulni, meg holnap után is. Tehát ha nem jössz el a képzésre, akkor is fejlődsz. Csak nem ebbe az ütembe. Tehát lehetőséged van arra, hogy éld a mindennapi életedet, és hagyjad, hogy az élet egyre magasabbra emeljen, egyre több élményt és megtapasztalást adjon neked, amivel te fejlődsz. De ahhoz, hogy eljuss ide a Szaturnuszra, hosszú-hosszú életek kellenek. Nagyon sok élet. Ha nem tudatosan csinálod. Ha tudatosan csinálod, akkor sokkal kevesebb kell. Persze az a kérdés, hogy szánsz-e magadra időt. Mert ez a másik fontos dolog, hogy nekünk annyi barátunk van, meg annyi ismerősünk van, hogy mindenki fontosabb, mi nálunk. Általában az ember másra szívesen szán időt, magára kevésbé. Van nekem egy másik képzésem, a spirituális erőtan a képzés, ahol napi 2 óra gyakorlás szükséges, hogy azt elvégezd. Hát bizony estek ki a rostán emberek, akik elindultak ezen a képzésen, nem mindenki tudta rászenni ezt a 2 órát, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egy másik képzést, ahol nem kell ennyit gyakorolni. Tény, hogy az erőtan a képzés egy más jellegű tudást ad, de itt is nagyon sok teremtő technikát tanulunk majd,
és ugyanazt a tisztulási folyamatot el lehet érni, mint az erőtanával. Ehhez a képzéshez napi 20-30 perc gyakorlás szükséges, tehát ezt mindenképpen rá kell szállni magadra, ha szeretnél eljönni erre a képzésre, tehát ennél úgy nem nagyon van értelme. Illetve azt tudom mondani, hogy ha ezt heti 3-szor megteszed, az még belefér. Én arra biztatlak, hogy minél többet gyakorolj, lehet még ennél is többet gyakorolni, de ha rá tudsz szánni magadra napi fél órát, az elég ahhoz, hogy ezt a képzést végigcsináld. Ez nem azt jelenti, ez egy 8 fokozatú képzés, kb. 6 hónap alatt ér véget ez a 8 fokozat, és nem azt jelenti, hogy 6 hónap elteltével te teljesen rendben leszel, és minden csodás, eléred a mágikus egyensúlyt, tiéd a világ. Ezt nem állítom. Viszont azt állítom, hogy adok a kezedbe egy olyan kulcskészletet, amivel bármilyen élethelyzetet rendbe tudsz tenni. Bármilyen problémád van, bármit szeretnél elérni, bármilyen célt szeretnél megvalósítani, tudni fogod, hogy melyik bolygóra kell ehhez elmenned, melyik helyszínre, és mit kell ott tenned azért, hogy azt a valamit rendbe tedd, megvalósítsd, elérd. Ezek a 4 hetek, ezek arra elegendők, hogy olyan mértékben változzál, hogy el tud jutni a következő helyszínre. Tehát a te minőséged emelkedni fog 6 hónap alatt, lényeges mértékben fog emelkedni, de ha 6 hónap után tovább gyakorolsz, tovább játogatod a helyszíneket, akkor még tovább fogsz emelkedni. Ezt a képzést, vagy ezeket a technikákat akár életed végig csinálhatod. És azt gondolom egyébként, hogy ha végigjárod a képzést, akkor fogod is csinálni, mert rá fogsz arra jönni, hogy mekkora kincset kaptál a kezedbe. Itt a Szaturnuszon pedig elérjük a felsőbb énnek a szintjét. Ezt a felsőbb énnek a tudatosságát szokták úgy is hívni, hogy bőrangyal, vagy szellemi vezető. Mikor ezeket a szavakat halljátok, akkor a felsőbb énről beszélnek, bár nem mindenki tudja, hogy ez pontosan mit jelent. De ti most már tudni fogjátok. És a felsőbb én azért érdekes, mert ő a mi teremtőnk. A felsőbb én az, aki önmagából hozza létre az egyéni éneket, és elküldi őket ezen az úton ide a földre azért, hogy élményeket és megtapasztalásokat gyűjtsenek. Hogy fejlődjenek, és ezáltal fejlődjön a felsőbb én is. A felsőbb én folyamatosan az egységben van. Mondhatnánk, hogy maga Isten, de ez nem így van, mert a felsőbb én is egy isteni lény, de nem egyezik az egységgel, nem egyezik a mindennel. Annak része, és az egységet éli meg minden pillanatában, a végtelenséget éli meg, de még sincs benne minden. Hogyha ez így érthető, majd megéled, akkor könnyebb lesz. A felsőbb én hozza létre az egyéni éneket, és az egyéni ének megtapasztalásai által fejlődik ő is. A felsőbb énnek akkora az ereje, olyan magas az ő rezgése, hogy nem képes leszületni ide a földre. Nem is ez a feladata. Az a feladata, hogy általunk, rajtunk keresztül megtapasztaljon, fejlődjön, és gazdagítsa az egységet, a nagy egységet, a mindent. A felsőbb én folyamatosan segíti az egyéni ének fejlődését, megtapasztalásait, hogy ez hogy jó, hogy őrangyal, akkor talán érthetőbb. Tehát az őrangyal veled van és segít téged, bizonyos életszakaszokban közelebb van hozzád, bizonyos életszakaszokban távolabb, de mindig rajtad tartja a szemét, olyannyira, hogy az az energia, ami téged éltet, az folyamatosan a felsőbb éntől jön. Tehát nélküle nem is tudnál élni a mindennapokban. Tehát veled van folyamatosan. Na szóval, ez a leszületésünk útja, és ez a felemelkedésünk útja is, és hogyha elérsz erre a szintre, tehát képes vagy tudatos lenni a felsőbb énre, akkor nem csak a saját életeidre leszel tudatos, hanem az összes olyan egyéni énnek az életére, a megtapasztalása és élményeire,
akik a felsőbb éntől származnak. Ez több száz van ilyen, tehát nagyon-nagyon sok életminőséget leszel képes megélni, megtapasztalni, és mindezeknek a tudásoknak a birtokában leszel képes élni az életedet. No, de ez még odébb van. Ha végigjárod az utat, akkor el fogsz jutni odáig, hogy ezt a minőséget valamilyen szinten megtapasztalod. De ennek a minőségnek különböző szintjei vannak. Tehát minél több időt fektetsz a felemelkedésedbe, annál magasabb minőséget tapasztalsz meg itt a Szaturnuszon. De ha végigcsinálod a napi fél órákat, vagy a heti 3x30 percet, akkor biztos, hogy eljutsz odáig, hogy ezt megtapasztald. A képzésnek nagyon sok addicionális képessége van. Tehát olyan dolgok birtokába fogsz kerülni, ami a felemelkedéssel jár. Az első fokozaton nagyon szoktak izgulni a tanítványok, hogy vajon képes leszek-e végigjárni ezt az utat. Az a válaszom, hogy igen, képes leszel. Bármilyen szinten is vagy jelenleg. Ezeken a helyszíneken mindegyikőtök mást fog megélni. Ugyanis ez a fejlődés, ez a felfedezés, ez a szimbólumok nyelvével folyik. Mit jelent ez, hogy szimbólum? Most mindenki biztos valami formára gondol, nem. A szimbólum az egy olyan nyelvezet, amely a megértendő dolog és köztet van. Összeköt téged azzal, amit szeretnél megérteni. Ez a szimbólum, ez lehet egy, akár egy forma, lehet egy kép, lehet egy cselekmény, bármi. Bármi, ami arra visz téged, hogy megértsd azt a dolgot. Mondok egy egyszerű szimbólumot, mondjuk a gyerek látja, hogy az apuka megöleli anyukát, és az anyuka ennek örül. Ez egy szimbólum. A gyerek megérti azt, hogy a szeretet átadása öleléssel történik, és a másik félnek örül, és szüksége van rá. Tehát a gyerek tudja azt, hogy ha meg szeretné szeretni anyát, akkor ugyanúgy apa csinálta, oda megy és megöleli. És anya ennek örül. Ez egy szimbólum volt, ami által a gyerek eljutott ahhoz a megértéshez, hogy a szeretetet egy ilyen mozdulattal át lehet adni a másiknak. Ilyen szimbólumok sorozatával találkozol a képzésen, amit ezeken a helyszíneken élsz meg. Vagy a mindennapi életedben élsz meg. Ugyanis a képzés nem ér véget annál a 30 percnél, hanem kihat az életed minden pillanatára. Elkezd téged felfelé emelni. És amikor beszélgetsz a pároddal, amikor beszélgetsz a főnököddel, amikor focizol a haverokkal, akkor újabb és újabb megértések fognak születni. Mint ha felülnél egy gyors vonatra, ami elkezd téged vinni, elkezd téged emelni. Miért? Mert a figyelmedet rátetted a felemelkedésre. Beleteszed az idődet, a figyelmedet, hogy neked ez fontos. Szólsz fölül, hogy figyeljetek, megyek fölfelé, segítsetek. És segítenek. Semmi más nem kell tenni, mint dönteni arról, hogy te ezt az életed részévé kívánod tenni. Oké. Jó. Beszéljünk egy picit konkrétabban arról, hogy miket is csinálunk ezeken a képzéseken. Ja igen, még egy fontos dolgot szeretném volna elmondani, hogy szokott lenni egy ilyen dilemma, vagy ilyen kétel az emberekben, hogy fogok-e én valamit megtapasztalni? Fogok-e én valamit látni, hallani, érezni? Vagy csak üldögélek itt, aztán majd eltelik az idő. Ezen a képzésen nem kell semmit látni, hallani és érezni. Semmit. Semmilyen elvárás nincsen. Neked se legyen magad felé. Csak annyit kell csinálni, hogy beleteszed az idődet. És a dolgok megtörténnek. Van nekünk egy belső levelezési rendszerünk, ahol folyamatosan
írják a tanítványok, hogy miket éltek meg. Meg van nekünk egy klubunk rendszeresen, itt szoktunk találkozni ebbe a terembe, csütörtökönként, ahol megbeszéljük az élményeket, megbeszéljük a megtapasztalásokat. Ez egy közösség. Sose vagy egyedül. Megírhatod a fórumba, ha kérdésed van. Eljöhetsz a klubra és felteted a kérdésedet. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te. Akik hasonlóan kitűzték azt, hogy szeretnének javítani az életükön. Szeretnének egy jobb minőséget. No, akkor nézzük egyesével, hogy mit is csinálunk itt. Van-e most kérdés? Igen. Eddig. Jó. Na, tehát az első helyszín itt a Földön két dologra fogjuk használni. Egyrészt ez egy átjáró. Tehát megtanítom neked, hogy ezt az átjárót hogyan kell használni, és az átjáron keresztül fogunk majd ezekre a helyszínekre ellátogatni. Minden egyes helyszínen át fogok neked adni egy kulcsot, aminek a segítségével be tudsz lépni ezekre a helyszínekre. Maga a képzésen való részvételre adom oda azt a jogot, hogy belépjél ezekre a helyszínekre, hívhatjuk avatásnak, és minden elméleti tudást adok hozzá, hogy meg tud tenni, és itt be is gyakoroljuk a képzésen. Tehát ha eljössz a képzésre, biztos lehet benne, hogy otthon majd tovább tudod folytatni a látogatásokat. Másrészt ezen a helyszínen lehetőséged van megismerni a négy elem birodalmát. Tűz, víz, föld, levegő, ez a négy elem, akiknek a vezetőivel úgy hívjuk őket, hogy arkangyalok, velük fogsz találkozni, és ezekkel az arkangyalokkal kerülsz közelebbi kapcsolatba. Most, hogyha nincsen még semmilyen ilyen spirituális tapasztalatod, élményed, akkor lehet, hogy ez nagyon furán hangzik, hogy hú, angyalokkal fogunk találkozni. Hát ők is szimbólumok. Tehát egy arkangyali szimbolikusan jelenik meg, nem kell, hogy lásd őt, lehet egy érzés, egy gondolat formájában. És mindez a tudás, amit átad neked, az szintén, mint egy belső hang, egy megérzés formájában megjelenhet. Tehát nem kell arra gondolni, hogy itten szárnyakkal oda repül hozzád és valami, bár így is megélheted. Sokan megélik így egyébként. De megélheted teljesen máshogy. Igazából hozzád van igazítva a képzés. Mindig hozzád van igazítva. Mindig azt a megértést és tudást kapod meg ezeken a helyszíneken, ahol te tartasz. Nem lesz közületek két olyan ember, aki ugyanazt a dolgot érti meg és kapja meg ezeken a helyszíneken. Ha fölteszel egy kérdést az egyik arkangyalnak, és ő elmond neked valamit, megértett veled valamit, akkor az beépül a te igazságodba, beépül a te megértésedbe, változik általa a világképed, jobban megérted magadat, mint másokat. És amikor fölteszed a következő kérdést, akkor az már a tiéd, amit az előbb megértettél. Tehát folyamatosan fejlődsz, és egyre többet fogsz megérteni és megtudni. Vannak olyan tanítványok, akik elvégezték az erőtanát, ez egy két éves képzés, ők nagyon-nagyon sokat gyakoroltak, és nagyon sok mindent rendbetettek magukba. Mégis, amikor erre a helyszínre elmennek, fölfedeznek magukba új dolgokat. Vagy pontosabban nem is ők fedezik fel, hanem a helyszínen lévő lények mutatják meg nekik. Nagyon érdekes, nagyon érdekes beszámolók vannak ezzel kapcsolatban is fönn a fórumon, illetve hangoznak el a klubokon. Oké, a második helyszín a Holdnak a helyszíne, ahol személyiségtípusokra fogjuk szétszedni a személyiséget, 9 személyiségtípusra, ami folyamatosan, amin keresztül nyilvánulsz meg az életed mindennapján, de egyik személyiségtípus sem vagy te.
Vannak különböző tanítások, amiket én is ismerek ezzel a 9 személyiségtípussal kapcsolatban, és azok a tanítások azt mondják, hogy te egy adott személyiségtípus vagy, ez a te kereted, és ebbe mozgolódjál, fejlődjél. Ez nem igaz. Te egyetlen személyiségtípus sem vagy, és pont az a feladatunk, hogy a személyiségünket elengedjük. Pont az, hogy a személyiségünket egy olyan magas minőségre emeljük, ahol már nem személyiségeknek hívjuk őket, hanem isteni erényeknek. Ez a 9 személyiségtípus a 9 isteni erényből alakult ki. Tulajdonképpen a személyiségtípusok nem mások, mint az isteni erényeknek az eltorzulásai, és ezáltal éljük meg a mindennapokban ezeket a személyiségjegyeket, személyiségtípusokat. Ugye mondtam az előbb, hogy ahogy jövünk lefelé, eltávolodunk az egységtől és a jelenléttől. Ennek az eltávolodásnak legfizikai jellegűbb megnyilvánulása a személyiségtípus. Mert gondolj csak abba bele, hogyha mondjuk te indulatos vagy, vagy kedves vagy, vagy sorolhatnám a személyiségtípusokon belüli jellemvonásokat, az mennyire meghatározza a te mindennapjaidat. Hogyha fölteszem azt a kérdést, hogy milyen a te párod, akkor mivel tudod leírni őt? Mivel tudod elmagyarázni, hogy milyen ő? Ugye? A jellem tulajdonságaival tudod elmagyarázni. Ha megérted a személyiségtípusokat, amiket itt tanulunk a kettesen, akkor már a személyiségtípusokkal is el tudod magyarázni. És ennyi. Ha azt kérdezném tőled, hogy milyen a párod egyénisége, akkor most bajban lennél a válaszsal szerintem. Mert az egyéniség eltűnik a személyiség mögött. Az egyéniség próbál megnyilvánulni az anyagban, élményeket, megtapasztalásokat gyűjteni, de mindaz az akarat, cselekvés, amivel ő megkíván nyilvánulni, vagy amit bekíván fogadni információt, az a személyiség szűrőjén átmegy. Tehát amikor te megnyilvánulsz egy kapcsolatban, egy eseményen, akkor mindig ott van a személyiséged, és mindig torzítja a te egyéniséged megnyilvánulását. Ez igaz akkor, amikor kifelé áramlik belőled az információ, és igaz, amikor befelé áramlik, akkor is megváltoztatja a te megértésedet a befelé jövő információ kapcsán. Minden információnak egyébként, de ez egy kicsit bonyolult, de azért elmondom, minden információnak van egy úgynevezett alapvető jelentése. Egy olyan dolga, ami a tiszta igazság. De ez nagyon kevés emberhez jut el. Nagyon kevés emberhez. Mert a tiszta igazságot beszennyezik azok az információk, amit személyiségnek hívunk. És nem jut el hozzád a tiszta igazság. Csak akkor vagy képes tisztán látni, tisztán érezni és hallani, ha ezt a személyiség szűrőjét képes vagy levenni magadról. Úgy tudod magadról levenni, és ezt megtanuljuk a kettes fokozaton, hogy átalakítod isteni erényekké. És ezt meg fogjuk tanulni, hogy csináld. És ennek a legalkalmasabb módja itt van, a Holdon. Ez egy olyan helyszín, ami erre van kitalálva. Hogy rendbe tedd a személyiségtípusaidat. Nem itt a fizikai földön, persze itt is kell dolgozni vele. De először itt kell. Mert innen ered. Ahogy jössz lefelé, itt kapod meg a személyiségtípusaidat. Jó. Talán még annyit, hogy a 9 személyiségtípus egyébként az értelem és az érzelem különböző fokából alakul ki. Tehát három fajta
értelmi szint és háromfajta érzelmi szint van, amelynek összessége adja a 9 személyiségtípust. Igen. Jó. Akkor menjünk tovább a következő helyszínre, a Merkúrra. A Merkúr az észszerűség birodalma. Ezen a helyszínen egy könyvtárba fogunk ellátogatni, amit úgy hívnak, hogy Hermész könyvtára. Aki foglalkozik spiritualitással, talán már hallott róla. Hermész könyvtára azért különleges hely, mert az univerzum összes gondolata benne van. Vagyis ezen a helyszínen a minden tudás van. Ezen a helyszínen 72 árkád van, 72 terem van, aminek el fogom mondani a képzésen a főbb tulajdonságai, tehát hogy mit találsz az egyes helyszíneken, az egyes árkádokban. És arra foglak biztatni, hogy elsősorban a szerzett információkat arra használd, hogy a személyiségedet rendbe tedd. Hiszen ezen a három bolygón a személyiség rendbetételével foglalkozunk, tehát minden információt erre javaslok felhasználni, mindazonáltal valóban a minden tudás helyszínén találod magad. Szoktam mondani a tanítványoknak, hogy nyugalom, ez a helyszín ez meg lesz egy év múlva is. Tehát nem kell most mindenféle dolgot megtudni, most elég, ha a személyiségeddel foglalkozol, hiszen minél tisztább vagy, annál több információhoz férsz hozzá. Minden olyan dolog, ami a te megértésednek, a te tudásodnak a szintjének megfelelő, azt az információt megkapod. Minél tisztább vagy, annál több mindenhez férsz hozzá. Oké. Okay. Vénusz. Ugye az érzelmekkel fogunk foglalkozni, megismerni a saját érzelemvilágodat, mik azok az érzések, amik motiválnak téged nap mint nap, megérteni azt, hogy a legfontosabb és a legerősebb érzés az a szeretet, hogy ebben a szeretetben mekkora erő és hatalom van, hogy hegyeket vagy képes mozgatni, hogyha ezt birtoklod. Ezen a helyszínen megtanuljuk elengedni a félelmeket, ugyanis az emberben nagyon-nagyon sok félelem van, nagyon-nagyon sok. Sajnos az átlag embernek a fő motivációja a félelem. Azért tesz meg az életében nagyon-nagyon sok dolgot, mert fél bizonyos dolgok bekövetkeztétől, és hogy ezek a dolgok ne következzenek be, inkább teszi a dolgát. De nem ezért kellene cselekednünk. Nem félelemből, mondjuk szeretetből, mondjuk az egységből, azért, mert mindannyian egyek vagyunk. Lehet, hogy jártatok már olyan helyeken, ahol úgynevezett motivációs tréningeket tartanak. Motivációs trénernek is az a fő feladata, hogy megváltoztassa a motivációt. Azt, hogy miért akarsz valamit megtenni. És ez egy skála, amit szépen be van osztva, hogy milyen szintek vannak, és ki milyen szinten van jelenleg, és hova érdemes tartani. És ennek a skálának a legalsó csíkja az a félelem. Általában az van, hogy vagy a nyereség iránti vágy mozgatja az embert, vagy a veszteségtől való félelem. Igen. Ez a két dolog. Igen. Szóval rendkívül fontos, hogy ezt megértsük, meglássuk, és elengedjük félelmeinket, megértsük a saját érzelmeinket, és egyre közelebb kerüljünk a szeretethez. Oké. Okay. Következő szint, az a napnak a szintje, és
Igazából ezen a szinten az a feladatunk, ugye középen van a nap, ez egy egyensúlyt tart, ez a bolygó, egyensúlyt tart a két világ között. A fizikai világ, és a benne megmutatkozó személyiség, és a mentál világ az egység között. Egyensúlyt tart, hogy tudj tevékeny lenni az anyagba, de ne feledd azt az erőt, hogy honnan származol, hogy te ki vagy, azt a minőséget. Igazából az a feladatunk, hogy ezt az egységet lehozzuk az anyagba. Ez az egység kell, hogy kiemelkedjünk az anyagból. Minél közelebb vagy a jelen pillanathoz, minél közelebb vagy az egységhez, annál közelebb vagy a felsőbb én tudatosságának a szintjéhez. Itt az egyensúlyozást tanuljuk meg a két világ között, és igazából itt éljük el az egyéni énnek a szintjét. Ezt a helyszínt szokták úgy is említeni, hogy ez a bizonyos mesebeli aranyváros. Az a mesebeli aranyváros az itt van. Nem itt, ahol keresgélik, hanem itt fent. Ezen a bizonyos aranyvárosban lesz lehetőséged arra, hogy kinyisd a tudatodat ezen az életeden kívülre, vagyis tudatos legyél a korábbi életeidre. Fogok hozzáadni egy helyszínt, ahol bebarangolva a helyszínt, valójában a saját korábbi életeidet barangolod be. Következő helyszínünk a Mars, ahol több dolgot is teszünk. Ugye mondtam, hogy a különbözőségnek a bolygója, tehát egyrészt a különbözőséget értjük meg, hogy miért is különbözünk másoktól, hogyan álljunk ehhez hozzá. Ezen a helyszínen képesek vagyunk változtatni a képességeinken. Igazából bármilyen képességet képesek vagyunk fölvenni. Megváltoztatni magunkat. Ugye egy kellő tisztasági szintet értünk itt el, és egy nagyon erős teremtő technikát kaptok itt meg. Ezen a fokozaton kapjátok meg a pentagramnak a titkát, amiről sokan beszélnek, de kevesen értik, hogy miért is olyan fontos ez a pentagram. Jó, ezt nagyon részletesen el fogom magyarázni, hogy hogyan működik a pentagram, és hogy hogyan kell vele hatni a különböző szellemiségekben, vagy akár az anyagban. Oké. Illetve ezen a helyszínen tanulunk még különböző rituális tárgyakkal bánni. Szintén teremtő technikákat tanulunk, különböző eszközökkel. Majd aki idáig együtt haznak, részletesen elmondom. Oké. Jupiter szintjén pedig a mostot tapasztaljuk meg, a tudatosságodat szélesítjük ki a végtelen felé. Ugye beszéltem erről a végtelen szeretetről, végtelen tudásról, és minden, ami eszedbe jut annak a végtelenségéről. Ezt már itt a Jupiter szintjén meg tudjuk élni. A Jupiteren tanuljuk meg az ok és okozat közti összefüggéseket, hogy hogyan lesz egy okból okozat, milyen folyamaton megy végig az a
az a dolog, az az energia, mire abból okozattá lesz, és ezt hogyan lehet befolyásolni. És ezen a fokozaton képes leszel létrehozni magadnak egy különleges ruhát, egy különleges fényruhát, amely a naprendszer bolygóiból áll. Ez egy nagyon különleges ruha, és nagyon sok mindenre lehet majd használni, mivel részletesen szintén a képzésen szeretnék beszélni. Ezen a fokozaton továbbá a múlttal és a jövővel is fogunk foglalkozni, hogy hogyan hat a jövő és a múlt a jelen pillanatra, és hogyan tudsz ezen változtatni, amennyiben szeretnél. Oké. Következő fokozat a Szaturnusz szintje. Az lesz a feladatunk, hogy ezt az isteni tudatosság állapotát és az emberi tudatosság állapotát képes legyél egyszerre megélni. Képes legyél belekerülni ebbe a felsőbb énnek a tudatosságába, és megtapasztalni mindazt, amit a felsőbb én képes. Erre négyféle módszerrel foglak megtanítani. Ezekből mind a négyféle módszerrel el lehet ezt érni, de akár csak az egyikkel is, amelyik a neked majd a legszimpatikusabb. Oké. Van egy kérdés. Igen. Csak ilyen módszertani kérdés volt, hogy éppen ez a tanulnak, ez a része a másiknak az erőktanának? Igen. Tehát ez két, az önfejlesztés tananképzés és az erőktanaképzés két külön képzés. Mind a kettő önmagában egy kerek egész, tehát nem szükséges az egyiket vagy a másikat ezután vagy azelőtt elvégezni. A két képzés viszont nagyon jól kiegészíti egymást, tehát ha teheted is van időd, akár a két képzést egyszerre javaslom végezni, de lehet bármelyik képzés a másiknak a folytatása is. Tehát el lehet kezdeni az önfejlesztés tanával és folytatni az erőtanával, vagy az erőtanával kezdeni és folytatni. Teljesen más módszerekkel dolgozunk a két képzésen. Azért nagyon jól kiegészíti egymást. Az önfejlesztés tanán csak minden fokozaton csak egy gyakorlat van, ezért is sokkal kevesebb a gyakorlási idő. Az erőtana sokkal részletesebb, sokkal mélyebb tudást ad, nagyon sokfajta technikát tanulsz meg az erőtanán. Tehát valamit valamiért, de lényegesen több időt is kell befektetni. Mind a két képzésen megtisztítod magad, szintén más eszközökkel, és mind a két képzés nagyon-nagyon messze tud téged vinni, ha a képzés befejezte után még tovább és tovább és tovább gyakorolsz. Ez a rész a másikban, hogy a harmadik fokozattól van ez a Tehát így nem lehet összehasonlítani a két képzést, mert más tematikát követ. Nem lehet azt mondani, hogy ennek a képzésnek a hármas fokozata megfelel az előttan a kettes vagy négyes fokozatának, mert ismétlen más az az út, amit végigjársz. Az előttanának is a végén a felsőbb énnel való egyesülés történik meg, ugyanúgy, ahogy itt. Tehát hasonló a végkimenet, de mondom, egy más úton. Akkor érdemes mind a kettőt. Én javaslom mind a kettőt végezni, amennyiben van nagyjából napi 2,5 órát gyakorolni. 5-kor kell kelni. Nem egyszerű. Igen. Nagyon sokan egyébként az erők tanából
elindultak ezen a képzésen. Igazából az első csapat csak erőtanásokból áll, ugyanis még meg sem hirdettem jóformán a képzést, csak elkezdtem róla beszélni az erőtanás rendezvényeken, és onnan kezdve, hogy először megszólaltam erről a képzésről, 10 nap alatt telt be az első csapat. Úgyhogy ezért is történt az, hogy rá egy hónapra, nagyjából egy hónapra el kellett indítanom egy második csapatot, mert igazából ugye meghirdettem a képzést, és már nem volt hely rá, tehát ezért kellett egy újabb csapatot, és a harmadik csapat pedig Győrbe indult el, ott is egy nagyon nagy létszámmal. No, megkértem két tanítványomat, hogy jöjjenek el és beszéljenek arról, hogy nekik mit adott az önfejlesztés tana. Úgyhogy most szeretnék megkérni valamelyik őtöket, hogy gyertek ide és mondjátok el a saját élményeiteket. Sziasztok, Dávid vagyok, a második csapatban kezdtem el ezt az utat. És igazából két dolgot szeretnék veletek megosztani. Az egyik ez a türelmes és az elvárások nélküli munka. Mert az előadáson és az első tanfolyamon elég nagy elvárásokkal jöttem, és cserébe ehhez képest nem adtam semmit, úgyhogy egy kicsit letörtem. És kellett egy jó pár nap, mire mondjuk így összeszedtem magam, elkezdtem dolgozni, harmonizálni az elemeket magamba, és akkor újra nekiálltam elvégezni a gyakorlatokat, és inkább gyakorlatot, és már elvárások nélkül, és nyugalommal, szeretettel, és egy nagyon szép, látványos, tartalmas utazást sikerült mondjuk így produkálnom, amiből elég sokat tanultam, és elég sok erőt sikerült merítenem a további folytatáshoz. A másik dolog még, amit szeretnék veletek megosztani, az pedig a kommunikáció nyelve. Itt valószínű, hogy mindenkinek mondjuk más egyedi a kommunikációs nyelve. Én például látok dolgokat, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a másik ember is látni fog. Ő lehet, hogy csak érezni fog bizonyos dolgokat, és ő abból kapja meg a teljes képet. Lehet, hogy valaki csak hallani fog hangokat, lehet, hogy neki csak másnap a való életben jön a megvilágosodás, hogy hoppá, ezért volt, az meg azért volt. És igazából azt javaslom nektek is, mert így még csak ugye az első szint volt meg, de nagy-nagy benyomást tett rám, és nem vártam meg, hogy elindultam ezen az úton. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok, én Elcsi Csolga vagyok. Én elvégeztem az erőtanát, és úgy jöttem ide, hogy tulajdonképpen azt gondoltam, hogy az összes negatív jellem tulajdonságommal tisztában vagyok, és tudom, hogy hol tartok. És tudtam, hogy a tökéletes testi, lelki, szellemi egyensúly eléréséhez szükségem van erre a tanfolyamra. Úgyhogy az első helyszín, az nekem nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, ugyanis nekem sikerült azonnal felvennem az arkangyalokkal kapcsolatot, és döbbenetes módon kielemeztek. Amit úgy kell elképzelni, hogy mondjuk mondtam egy olyan, tehát az egésznek a lényege az, hogy amikor ezen az átjárón átmegyünk és bejutunk, akkor az a feladat, hogy az elembirodalmakba meg kell jeleníteni, kapunk egy táblázatot, és meg kell jeleníteni egy pozitív és negatív jellem tulajdonságot. Ezt a megfelelő elem arkangyalának. És én szinte alig tudtam olyat mondani negatív jellem tulajdonságra, amivel már nem dolgoztam volna, amire úgy gondoltam volna, hogy hát ebben most nekem óriási feladataim vannak. És azt vettem észre, hogy hosszú perceket töltök azzal, hogy hallgatom és értékelem azt, amit mondanak nekem, ami nagyon furcsa volt. Minden, például egy olyat, hogy határozottság, ezt én pozitív jellem tulajdonságnak mutattam be, és minden egyes életterületemben megmondták, hogy igen,
itt határozott vagy, na ott nem kéne annyira, ahol nem látsz eléggé tisztán és nem látod a hátteret, ott ne legyél annyira határozott, magaddal szemben határozottabbnak kell lenni. Tehát olyan részletességgel ki voltam elemezve, hogy volt olyan nap, amikor szünetet tartottam, mert úgy gondoltam, hogy nekem most pihennem kell. Ezt komolyan mondom. És azt tettük észre itt a klubban, itt egy nagyon jó kis csapat jött össze, és azt tettük észre, hogy mindenkit olyan szűrőn keresztül találnak meg az arkangyalok, amilyen ő hozzá a legközelebb áll. Például van egy srác a csapatban, aki nagyon játékos és nagyon vidám, őt úgy találják meg. Én nagyon szigorú vagyok magamhoz, és nagyon határozott, gondolom én, és velem szigorúan, de nagyon-nagyon segítőkészen válnak. Nagyon tetszik az is, hogy minden irányból megpróbálnak kapcsolatot teremteni, ami azt jelenti, hogy én egyébként is az erőtanok kapcsán már észrevettem, hogy az összes létező variáció megvan. Volt olyan időszakom, amikor becsuktam a szememet és szimbólumokat láttam, és mondtam, hogy ezt ne küldjék, mert én ezt, ez nekem sok, hogy én ezt megfejtegessem, tehát ez nekem nem. És aztán ez a belső kommunikáció volt az, ami a legjobban hozzám közel áll. Úgyhogy most is vannak szimbólumok, tehát titatában vagyok annak például egy olyan problémára, hogy a fiammal mit kezdjek, hogy jobban tanuljon. Azt például egy olyan képpel mutatták meg, hogy kézen áll a fiam. Na most én teljesen tudatában vagyok, hogy az én fiam az nem fog talajtornázni, de ez egyértelműen azt jelenti, hogy akkor a mozgásra kell, hogy rábírjam. Ezt egyébként a második bolygón láttam, ugyanis úgy van, hogy az első bolygón megjelenítjük a pozitív és negatív jellemtulajdonságokat, felszínre hozzuk azokat, és amikor ez megvan, nekem egy egész küzetem betelt azzal, hogy melyikkel van dolgom, melyiket kipipálhatom, azzal rendben vagyok, tehát teljes önelemzést végeztem. És akkor, amikor a második bolygóra mentünk, ott a különböző személyiségtípusokat kell megjeleníteni. Ez is nagyon érdekes, hogy erre kapunk egy listát, hogy 9 féle személyiségtípus van, és akkor különböző élethelyzetekben ez egy nagyszerű játék, hogy az ember beazonosítja saját magát, hogy most éppen melyik arcát vette elő. Például van egy olyan a 2-es személyiségtípus, hogy mondjak, hogy érthető legyen, a segítő. A segítő az, aki mindent elkövet azért, hogy a környezetében élők jók legyen, jól érezzék magukat, de mindezt azért teszi, mert önmaga bizonytalan, és kell neki a pozitív visszacsatolás, hogy ő mennyire szuperember. És hát erre abszolút magamra ismertem, hogy hát ez tényleg, hát minden este úgy fekszem le, hogy na, neki is megoldott a problémáját, neki is mondta is, milyen jó, hogy milyen jó ember vagyok. És aztán rájöttem, hogy ez tulajdonképpen nem az, tehát ez egy probléma, amit nyilván ott van egy olyan feladat, hogy kívülről, ahogy István is mondta, kívülről szemlélem magam, megjelenítem az adott eseményt, kívülről szemlélem magam, és nyersanyagnak tekintem magam. Tehát, sőt, ott még van egy olyan, hogy szeretem és elfogadom magam, és aztán van egy olyan feladatunk is, hogy felteszem a kérdést, hogy hány százalékban tud átáramolni rajtam ez a felsőbén, és én legalábbis így szoktam feltenni, és ott egy nagyon határozott és pontos választ szoktam kapni, ami néha azért meglepődök, hogy azon a személyiségtípuson például ez hogy alakul. És utána van, aki elkezd rajta gondolkozni, hogy ezt hogy kéne megoldani, tehát hogy mi az ideális. Én viszont észrevettem, hogy ha ott gondolatüres állapotban vagyok, akkor elkezd peregni a film, hogy mit kéne tennem valójában. És aztán a következő feladat az, hogy lehozzuk ezt a fizikai síkra, hogy kikristályosodjon. Ami mondjuk azt jelenti, hogy azt az adott problémás helyzetet, ott láttam a megoldást, azt levetítették nekem, és a lehető legrövidebb idő alatt én azt a fizikai síkon megvalósítom. És akkor van kipipálva. És olyan döbbenetes eredményeket lehet elérni, hogy szóval tényleg meglepő például ez a mit csinálják a gyerekemben kategória,
ez egy olyan eredményezett, hogy az összes gyűjtött pénzét arra költötte, hogy vett egy fitness, egy ilyen kondigépet, és a pincében most a barátaival ott kondizik. És ez abszolút szerintem ennek köszönhető, hogy itt megoldott, hogy mit is kéne csinálnom, na ezt kéne csinálnom, akkor elmondtam neki szépen, és ezt eredményezte. És aztán a következő bolygó, ott hát szerintem szintek vannak, mert nekem a titkok azok még nem fedtek, abszolút nem mondhatnám, de az is igaz, hogy ugye Hermész könyvtárába jutunk el. Ott vagyok, teljesen világos, hogy ott vagyok, viszont azt gondolom, hogy még nincs bennem az az égető vágy, hogy én most nagy dolgokat felfedezzek, ezért odáig jutottam el, hogy felteszem azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb teendőm a személyiségemmel kapcsolatban, és ott azért megmondják. És akkor szoktam csinálni egy olyat, hogy visszamegyek, és megmutatom, hogy ez most melyik személyiséget beazonosítom, megmutatom, hogy ez most melyik személyiség típusomhoz passzol, és akkor rögtön megoldást is kapok rá, és lehozom a fizikai síkra. Sőt, volt olyan, hogy még visszamentem, és akkor ott megkérdeztem az arkangyalokat, hogy most akkor ez milyen életterületen, hogyan. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, mert tényleg van úgy, hogy elindulok, és azt gondolom, hogy most csak annyi időm van, hogy... És utána azt teszem észre, hogy már ott vagyok, hát ezt azért meg kéne oldani, akkor nézzük meg, mit mondani, akkor... És akkor van úgy, hogy még belugrom, ez egy érdekes folyamat. Én minden kérdésemre választ kapok, nagyszerű segítség, rengeteget fejlődtem által szerintem. Bár az erők tanár meg kell, hogy mondjam, hogy én a felsőbb énnel abszolút felvettem a kapcsolatot, napi szintű kapcsolatban vagyunk, sőt az előző életeimre is bizonyos százalékban tudatos vagyok, ami azért nem mindig könnyű, sőt a párhuzamos átmeneti szellemtestekre is tudatos vagyok már, ami megint nem egy egyszerű történet, de ez az erőtanának köszönhető abszolút. Úgyhogy én is azt tudom javasolni, hogy érdemes elindulni ezen az úton, hiszen gondoljátok csak el, hogyha egy olyan jövőben fogunk élni, ahol mindenki tudatosan próbál a negatív jellem tulajdonságaitól megszabadulni, és mondjuk nincs harag, nincs gyűlölet, féltékenység, kishitűség. Tehát, hogy ezek nincsenek, hanem helyette magabiztosság van. Mindenki azon dolgozik, hogy a pozitív jellem tulajdonságai nyilvánuljanak meg itt a fizikai síkon, az mennyire egy élhetőbb világ lesz. És hogyha mi elindulunk ezen az úton, és példát mutatunk a környezetünknek, mert ezt abszolút látom, otthon már úgy beszélünk róla, hogy hát az erőtana előtt anya már elég kiakadt volna ezen, tehát és most meg azt az indulatosságot, azt a hirtelen, azt abszolút már kezelni tudom. Jó, egyszer-kétszer van kilengésem, de akkor is tudatos vagyok rá. És a lényeg az, hogyha tényleg példát mutatva a környezetünknek egyre többen fogjuk saját magunkat megtisztítani, az mennyivel egy szebb, egy élhetőbb világ lesz. És a közösségről is szeretnék még néhány szót mondani, ugyanis tényleg egy olyan közösség van, hogy ha ide bejövök az erőtana kapcsán, és gondolom, hogy ki fog alakulni azért az önfejlesztés tanán is, mivel tudjuk, hogy mindenki saját magán dolgozik, és azért valljuk be őszintén, sokkal könnyebb a másikat megítélni, mint a saját magamba nézni és magamon dolgozni, ezért egy olyan nagyfokú szeretet és tisztelet van itt az emberek között, és olyan barátságok alakulnak ki, hogy van néhány ember, akiről tudom, hogy bármikor számíthatok rá, és ők is rám. Szóval ez meg még egy külön plusz, fantasztikus élmény és érzés. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Egyébként annyit hogy tegyek hozzá, hogy nincs külön erőtana közösség, meg önfejlesztés tana közösség, ez egy közösség, úgyhogy az, aki az önfejlesztés tanán elindul, az hivatalos, a korábban erőtana rendezvényeknek hívott rendezvény, nem is kicsit át fog keresztelni,
De van nyári táborunk, van 3 havonta tábortűzünk az erdő szélén, szóval sok minden van, klubok vannak, fórum van, stb. És hát igen, ez tényleg egy összetartó jó közösség. Van-e kérdésetek? Igen? Lehet még ilyen technikai kérdés. Persze. Hogyha jól értem, akkor ez havonta egyszer egy vasárnap, és 8 hónapon keresztül akkor, hogyha... Inkább 6 hónapon keresztül, de igen. Tehát 4 hetente vannak vasárnaponként, 9-től 2-ig, 1-ig, ahogy befejezzük. Igen. És esetleg, hogyha valami ilyen életbeli változás történne, amiért a felénél vagy valahol az ember nem tudna folytatni, be lehet később? Következő csapattal lehet folytatni, igen, hogyha valamelyik fokozatról lemaradsz, akkor a... Hát 3 havonta tervezem indítani a csapatokat. Úgyhogy igen. Most egyébként nagyon szerencsés a Győri meg a 2-es csapat, mert 1 hét különbséggel indult el a 2 képzés, és megy a vándorlás a 2 csapat között, hogy az a hétvége, hogyha van nekinek nem jó, akkor a következő hétvégén jön a másik csapatba. Igen. Most lesz egyébként a 2-es fokozata, hát mind a 2 csapatnak, ugye 1 hét különbséggel, és már 4 ember jelentkezett oda-vissza. Most nagy a mozgás. Hát mindenképp nagyon érdekes, nekem nagyon érdekes a futamfolyam. Bár legszeretettel is. Főleg a tapasztalat. Van esetleg még kérdésetek? Akkor szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és vár titeket szeretettel március 19-én a következő csapatba. Ez a felvétel föl kell a YouTube-ra, tehát ott újra meg lehet hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönöm. Sziasztok.